Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy Valentin napi kedvezményes jóslás Laviel számára. Kedves Laviel, üdvözöllek téged, ez a te videód, és én indítanék a szerelmi kirakással, utána áttérek az asztrológia területére. Bal oldalon láthatóak a te kártyáid, és jobb oldalon láthatóak az ő kártyái. Itt középen ez a három kép utal a te jelenlegi helyzetedre. A lilium virág az mutatja az őszintességet, a tisztaságot, és itt kiderül a valóság is. A lenormált kártyáknál a liliumnak van még egy jelentése, utal a testi kapcsolatra, és megvan nálatok ez a vonzó erő. Ott középen a négy levelű lóher van, és az szerencsét hoz számodra. Ez a négy levelű lóher, ez mutatja április hónapot, és a liliummal együtt ez azt jelenti, hogy áprilisban tisztázódik valami. A harmadik kép, ez a medve, vagy ez a mackó, utal a te erődre. Ne add fel ezt a párkapcsolatot, higgy abban, hogy itt kiderül a valóság, és rendeződnek a dolgok. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Ez a hölgy a lelki társnőd külföldön él, és ezek a nehézségek itt mutatják a kártyák jobb oldalon. Ez a torony, az jelentheti a hivatalos dolgokat. Utalhat arra is, hogy félelmei vannak, és úgy érzi magát, mint egy börtönbe, ahonnan ki szeretne szabadulni. A torony mellett ott van ez a hegy, szintén nehézségekre utal, korlátozásokra, aztán látható a ház, ami a családját jelenti. Az ő családjában vannak a nehézségek. Lehet, hogy a szülei korlátozzák őt. Ez a ház utal az otthonra, és ő nem érzi ott jól magát, ahol most van, hanem szeretne visszatérni hozzád. Most megtekintjük újra a te kártyáidat, mégpedig azt, miről kellene elgondolkozni, mi várható a közeljövőben. A harmadik kép ott fent bal oldalon utal a te lelki társnődre. Ő áll itt a középpontban, te gondolsz rá, és ő is gondol rád. A középen lévő kártyán a madarak láthatóak, és az beszélgetésekre utal. Ez a hölgy szeretne veled telefonálni, veled beszélni, és az első kártya, ez a könyv, utal a titkokra. Lehet, hogy ő nem mer téged felhívni, vagy vár arra, hogy te hívd őt, de megvannak itt az ő elképzelései, és itt tényleg kommunikációról van szó. Ez a könyv utalhat tudásra is, de a szerelmi élet területén inkább a titkokat mutatja. Ő titokzatos, vagy vár arra, hogy te légy nyitott erre a beszélgetésre, és nem tudja elképzelni, hogyan tovább. Természetesen ezek lehetnek a te gondolataid is. Én úgy mondanám, ez mindkettőtöket foglalkoztat. Hogyan tovább? Mert ez a könyv ott van, és utal ezekre a titkokra, vagy utal zárkózottságokra.
és most megtekintjük azt, mi foglalkoztatja őt, mik az ő tervei, mi várható nála a közeljövőben. Az első képen láthatóak a csillagok. Ez szerencsét hoz. Ő bízik abban, hogy szerencsétek lesz. Azon kívül jelenti azt is, hogy ez a kapcsolat megvan írva a csillag képekbe. De ott van mellette ez a kasza, ami elvágja ezt a szerencsét. Holott ő szeret téged, mert ott van a szív is. Ő szerelmes beléd, de mi az, vagy kik azok, akik szeretnének titeket eltávolítani egymástól? Ezzel a kaszával elvágni a kapcsolatot, alul, ott a kasza alatt láthatóak a nehézségek, és mellette a ház utal az ő szüleire, a szülői házra, a rokonokra. Ők meg akarják azt akadályozni, hogy ti összejöjjetek. És most megnézzük a te titkaidat, azt, amit te szeretnél eltitkolni, vagy azt, ami még nem látható, mert ez később fog beteljesedni, tehát ez még egy nagy titok. Az első kártya ott lent bal oldalon utal az anyagiakra. De a halak nem csak a pénzt jelentik, hanem a belső értékeket is. Ez a hölgy számodra ott külföldön értékes, vagy te vagy értékes számára. A középső kártya jelenti az utazást. Megvan hozzá az anyagi lehetőség, hogy vagy te utazz oda, ahol ő él, vagy ő látogat meg téged. Ez a középső kártya nem csak az utazásra utal, hanem a reményekre is. És a harmadik kártya jelenti az életutat. A ti életutatok kereszteződik. Ez a kereszteződés azt is jelenti, hogy lesz egy új irány, egy új lehetőség. De ez még titokzatos, még nem lehet jelen pillanatban ezt az utazást tervezni, de idén lesz egy találkozás. És most megnézzük az ő titkait. Lent jobb oldalon ez a levél egy üzenetre utal. Mellette van a koporsó, most nincs hír. Ő titokzatos. De vár arra, hogy te írj neki. Vár egy üzenetre. A koporsó és a levél, ami egy dokumentum is lehet, előfordulhat nála egy örökösödési ügy. De ez még egy titok, tehát nem a jelen pillanatban történnek ezek az események, hanem a későbbiek folyamán, mivel itt titkokról van szó. Az jelentheti azt, hogy ő eltitkolja előled azt, hogy reménykedik abban, hogy te írsz neki, és tartod vele a kapcsolatot. Amennyiben örökösödési ügyről van szó, erről a dokumentumról, akkor ott valami olyan titokzatos, de jelentheti azt is, hogy ez nem jelen pillanatban van, hanem a későbbiek folyamán, mert ezek a kártyák a titkokra utalnak, ami most még számára nem látható, ez egy nagy titok. És a kereszt az jelenti azt, ugyanúgy, mint nálad az utak, hogy a sors utatok újra kereszteződik. És most megtekintjük azt, mi köt össze benneteket. A középső kártyán látható egy férfi, aki téged szimbolizál. Te állsz itt a középpontban. Ő szerelmes beléd, és felnéz rád. Azt is jelenti ez a kártya itt középen, hogy te hozol döntéseket.
te fogod kezedbe venni a dolgokat, és pont úgy fog alakulni, ahogy te ezt tervezed. És most áttérek az asztrológia területére. A nap az szimbolizálja a ti éneteket. A te napod a kos jegyében van az indiai számítás szerint. Ez a tűz eleméhez tartozik, mutatja a te erődet, bátorságodat, a férfiasságot is, mert a kos jegye felett Mars bolygó uralkodik. Az ő horoszkópjában a nap az a mérleg jegyében van. A mérleg jegye felett Vénusz bolygó uralkodik, és az szereti a harmóniát, a szépséget, a nőiességet is, és a mérleg jegyénél fontos a párkapcsolat, mert ezt szimbolizálja a mérleg jegye. De ő nehezen hoz döntéseket, mert mindig úgy mérlegeli a dolgokat. Itt köztetek van egy úgynevezett opozíción. Az azt jelenti, hogy a te napod a kos jegyében szemben áll az ő napjával a mérleg jegyében. Itt tükröződik valami, és ebbe a tükörbe bele kell tekinteni. Ő tanul tőled valamit, te tanulsz tőle valamit, de ez a tükör nem csak ezt tükrözi, amire szükségetek van, hanem mert így szemben állnak, ez olyan, mint egy mérleg. Itt mindig kell az egyensúly. Ha te a kos energiával siettetni akarod a dolgokat, ő pedig nem tud döntéseket hozni, akkor itt nézeteltérésekre kerülhet a sor. Te tanulod azt, hogy türelmes légy vele, ő pedig tanulja azt, hogy döntéseket hozzon. Ott kell középen találni, ebben az arany középútban, akkor meg lesz köztetek a harmónia. Most megtekintjük a hold állását. A hold szimbolizálja az érzelmeket, a vágyakat, a reményeket, az álmokat is. A te horoszkópodban a hold a halak jegyében van, ahol a hold jól érzi magát, mert a halak jegye a víz eleméhez tartozik, és itt érzelmekről van szó. Te egy új hold előtt születtél egy ilyen lefogyó hold fázisban. Az ő holdja, az a bika jegyében van. Neki szüksége van a biztonság érzésére, de az anyagi biztonságra is. A bika jegye az a föld eleméhez tartozik, és a föld eleme utal reális dolgokra. Ő szeretné az álmait és a vágyait megvalósítani. A te horoszkópodban a hold a halak jegyében van. A halak jegye a víz eleméhez tartozik, és ez érzelmekre utal. A halak jegye hajlamos az álmodozásra. Lehet, hogy kicsit olyan álmodozó vagy, és nem mindig a tettek embere, holott a napod a kos jegyében erre utalna. A föld eleme és a víz eleme az ilyen baráti kapcsolatban van, megvan köztetek a harmónia, ami az érzelmeket jelenti. A felfele mozgó hold csomó Ráhú. Az egy kármikus csomó. Az mutat egy életutat, egy életterületet, vagy egy irányt, amit mi nem ismerünk, de a lelkünknek szüksége van erre. Ez a kármikus csomó mozog, és múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig
Itt mozog a bika jegyében, és találkozni fog az ő holdjával, kihat az érzelmeire, és ő keresni fog az ő jelenlegi helyzetéből egy kiutat. Idén lesznek ezek a változások. És most áttérek a Vénusz bolygóra. Vénusz bolygó utal a szépségre, a harmóniára, a művészi tevékenységre, de az ő nőiességére is. A te horoszkópodban Vénusz bolygó mutatja azt, hogy hogy képzeled el a párkapcsolatod. Nálad Vénusz bolygó a vízöntő jegyében van, te szeretnéd, ha a lelki társnőd különleges lenne, más, mint mások. Egy különleges hölgy, egy személyiség jó tervekkel, ötletekkel. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó a mérleg jegyében van. Vénusz bolygó itt jól érzi magát, mert uralkodik a mérleg jegye felett. A mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot, nála ez egy központi téma. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó visszatekintő utal a múltjára, itt vannak kármikus témák. Kettőtök között megvan itt a harmónia, mert mindkettő jegy a levegő eleméhez tartozik. És most megtekintjük Mars bolygó állását. Mars bolygó utal az erőnkre. Hova kell befektetni az erőnket? Azon kívül Mars bolygó jelenti a te férfiasságodat. A te horoszkópodban Mars bolygó visszatekintő, ez utal a múltadra, itt vannak kármikus témák. De ez a visszatekintő mozgás a bolygóknál arra is utalhat, hogy lelassítja az eseményeket. Ez fékez valamit. Itt nálad az erőről van szó. Tegyem, ne tegyem, holott a napod az a kos jegyében nagyon bátor és tevékeny. De nálad ez a visszatekintő Mars bolygó a szűz jegyében van. És hajlamos vagy arra, hogy vizsgáld át mindig a dolgokat, tegyem vagy ne tegyem. A napod a kos energiájában másképp reagál. A kos nem gondolkozik el azon, hogy tegyem vagy ne tegyem, hanem a kos jegye megteszi. De nálad itt a szűz jegye fékezi az eseményeket. Talán ez jó is, mert akkor okos döntéseket tudsz hozni. Az ő horoszkópjában Mars bolygó a rák jegyében van, és az szimbolizálja a családot. Oda akarja befektetni az erejét. Ezek nála az elvárások, hogy a férfi, akit őt kiválaszt, családias legyen, vagy ez a kívánsága, hogy családot tudjon alapítani. Ami előnyös számotokra, hogy a te visszatekintő Mars bolygódat szűz jegyében van, és nála a visszatekintő Vénusz bolygó a mérleg jegyében van, és a két jegy egymás mellett áll. Ez olyan, mint a jó szomszédok. Itt megvan a bizalom, ez a közelség, és erre tudjátok építeni a párkapcsolatot. Mivel mindkét bolygó visszatekintő, itt van egy kármikus kapcsolat köztetek. Erre utal az is, hogy az ő horoszkópjában a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltat jelenti, a kos jegyében van, és nálad a nap szintén a kos jegyében van. Itt van egy ilyen kármikus kapcsolat kettőtök között. Kedves Lavier, így tudtam ezt a Valentin napi jóslást elmagyarázni.
Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!